Daniele Stefano Trebbi, vagyis a Magyar Macskavédő Alapítvány alapítói, alapító elnöke, és hát leginkább az én szívemnek kedvesen, inkább csak azt szoktam mondani, hogy a macskák védő angyalai, mert ez így is van. És nyilván az ember, hogyha az állatokhoz kötődik, akkor az valami régi-régi saját történettel indul. Melyik volt ez a cica, amelyik elindította ezt az elképesztő mozgalmat, amit most már lassan összehoztak mozgalommá, nem csak alapítványjá? Luizi volt az a cica, aki elindította ezt a mi kis lelkünkben a szerelmet, a szeretetet a cicák iránt. Ő egy icike-picike cica volt, egy 4-5 hetes cica, aki kinkeservesen sírt a fán. Mi azt se tudtuk, hogy ez egy kis cica. És egy kutyusos lány arrafelé sétáltatta a kutyusát, és mondta nekünk, hogy de hát ez egy cica, és odaadta nekem. Egy madár csirip hangja volt, és odaadta nekem, és ide bújt, meg ide bújt, és hát hazavittük. És akkor elvesztetek. És elvesztünk. Én az allergiába. A macska allergiát van? Igen. Hát most már nincsen, de a legerősebb volt. És ennek ellenére. És aztán elmúlt a hasonlóval elven. Én ezt annyira szeretem hallani, mert olyan sokszor, hogy igen, nagyon szeretnék cicát, nagyon szeretne a gyerek cicát, de hát az allergia. És mindig próbálom mondani minden ismerősnek, akivel ilyen dologra beszélgetünk, hogy de hát van ilyen, elmúlik, tessék, most már felfoglalkozni téged például. Ki kell bekelni, kemény, tehát dupla adag allergia, gyógyszer, aszma, spré egy évig, és elmúlt. Tehát megéri, mert az, amit az ember a cicáktól kap. Az... Abszolút. Hány éve volt Luizi? 10. Szerintem olyan 10 éve találtuk a Luizit. És jött Luizi, és akkor honnan jött a többi cica, hogy került hozzátok, és honnan jött a maved ötlete? Hát ez az, elkezdtük kutatni, hogy honnan jött a Luizi. És a környéket elkezdtük elkezdtük átpásztázni az egész környéket, és akkor vettük észre, hogy atya úristen, mennyi cica van mindenhol, minden udvarban, és valószínűnek tartottuk azt, hogy egyik sincs ivartalanítva. És elkezdtük felajánlani az embereknek, megcsengettünk, hogy adják oda cicájukat, és mi kiivartalanítjuk. Akkor még nem volt alapítványunk, és saját pénzből csináltunk mindent. Éveken keresztül rengeteget dolgoztunk, 12-14 órát egy nap, hogy minél több állatnak a megszületését megátoljuk. Mert hogy ugye ezt mind a bokorba, meg az utcán kötnek ki utána. Tehát így kinyílt erre úgymond a szemünk, elkezdtük látni, hogy van itt egy probléma. Ráadásul a macskákkal annyit nem foglalkoznak. A mai nap sem foglalkoznak annyit, mint a kutyákkal. Nem kapnak annyi figyelmet. Isten áldja a kutyákat is, meg a kutyamentőket is, tehát minden állatot persze, szeretünk, csak hogy jó lenne, hogy cicák is megkapnák ezt a mennyiségű figyelmet. Hát ráadásul pontosan azért, mert a cica, sokkal több cica van, és én nagyon azt érzem, hogy sokkal több cica gazdi is van Magyarországon, mint kutya. Igen. De az biztos, hogy létszámban a gazdis cicákból biztosan több van, mint kutyából, hiszen azért ismerjük egymást, macskások, általában nem egy macskája van valakinek. Míg kutyusból egy van, max. 2 az átlagnak. Persze ott is van, akinél 10-20, de azért cicából az átlag meg inkább a 3-4. Volt valami nemzetközi, ugye a nevetek alapján azért az ember következtet arra, hogy itt van valami olasz vonal, és hogyha van olasz vonal, vérvonal, akkor biztos, hogy megvan valahogy genetikailag az a vonzódás a macskák iránt és felé, ami Olaszországban megvan. Biztos egyébként onnan is. Én mondjuk gyerekkorom óta minden állatot nagyon szerettem, de biztos van benne ilyen. Olaszországban van, hogyha már kis kitérő, ezen szeretek lovagolni időről időre, amikor találkozunk mondjuk rádiós műsorfelvételeken, beszélgetésekben, akkor is mindig fölhozom, ahányszor csak lehet, mert szerintem ez példaértékű, hogy bárcsak itthon is lenne ilyen. Olaszországban több minden miatt lehet beleszeretni, de hogyha az ember macskabarát, akkor emiatt az állatvédelmi, sőt macskavédő törvény miatt még pluszban bele lehet. Mi ez a törvény?
Hát ugye macska kolbászból ott sincs a kerítés, de maga a törvény az jobb, tehát rengeteg ott is a kóborállat, viszont ezt időben, ezt értsd ilyen 91-98 között különböző módosításokkal belevették a törvényekbe, hogy létezik maga a kóbor macska, meg a kóbor kolónia fogalma, és ezt menedzselni kell valahogy. És az lett a törvénymódosítás értelme 98-ban, hogy a kóbor kolónia egy nem mozgatható, tehát joga van ott élni, ahol megválasztja a kóbor macskának, elmozdítani csak arra az időre lehet, amíg ivartalanítja egy szervezet vagy civil személy, és utána vissza kell helyezni, vagy gazdához kell adni, ha arra alkalmas. Ennek a törvénynek köszönhetően, vagy az olaszoknak a vérében benne van azért, hogy a túlnyomó többségben ők tisztelettel is bánnak a cicákkal. Tehát én azt mondanám, hogy szeretik a macskákat alapvetően az olaszok. Szerintem is, mert a törvény az kevés. Tehát igen, látjuk, hogy mondjuk nagyon jól meghozták a törvényt a kutyák csipelésére itthon is, meg azt is, hogy nem tartja be mindenki. Tehát a törvény az csak fél siker, de már az fél siker, hiszen van mire hivatkozni, van mit betartatni a hatóságoknak. Tehát hogyha van egy családon belül generációkra visszamenőleg egy állatok iránti tisztelet szeretet, és a tisztelet ebben az esetben különösen fontos, akkor az áttevődik, átadódik. Na hát ezért is fontos többek között az is, a sok-sok minden között, amit csináltok, mint Maved, hogy kijártok iskolákba is, és akkor most egy picit ideig ugrunk át, mert az a felnövekvő generáció, akikkel ti tudtok beszélni, akikhez kivihetitek az agilitis cicát, akikkel beszélhettek az állatvédelemről, ők már meg fogják tanítani, nem csak az egymás közötti kommunikációban, hanem a feljebb lévő nemzedéket, a szüleiket is arra, amit tőletek tanulnak. Mi zajlik egy ilyen iskolai előadáson? Hát az elején abszolút féltünk ettől a feladattól, hiszen hát szerintem egy nagyon óriási, nagy felelősséggel járó feladat, hogy mi az, amit mi mondunk a gyerekeknek, hogyan mondjuk el, hogy az átmenjen, megértsék, magukba szívják, lássák, hogy milyen szuper a cica, és mennyi mindent lehet csinálni cicával, és hát nem mondom, hogy nem volt izgalmas, de nem gondoltuk volna, hogy ennyire fogékonyak, ennyire intelligensek, és ennyire kedvesek és befogadóak a gyerekek. Minél kisebbek, annál jobb. Már a tiniknél azért elég nehéz volt egy előadást megtartani, de a picik azok iszonyatosan magukba szívnak mindent, mint egy szivacs, és abban hiszek, hogy ez a jövő titka, hogy őket és ő általuk teremtsünk egy jobb világot a macskáknak. A gyerekek azok tovább tudják adni az információt a felnőtteknek. A felnőttek kapnak információt tőletek is, és akkor most időben újra ugrunk egyet Louisihoz vissza, amikor elindult ez az önkéntes alapon történő saját pénzből finanszírozott ivartalanítási akció, nevezzük így, ami aztán szépen már, amikor a Maved létezett, akkor ez folyamatosan nőtt, és tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb, mondhatjuk, hogy a sarokpontja a ti működéseteknek, a megelőzés. Ugye? Mert az a legfontosabb, hogy ne legyen olyan szaporulat, aki szegény az utcán végzi. Igen, mi így is határoztuk meg a mottónkat, hogy a megelőzés az igazi mentés. Hiszen, hogyha folyamatosan csak mentjük a cicákat, de nem oldjuk meg a probléma gyökerét, akkor ez egy véget nem érő történet lesz, és elmegy rá a világ minden ideje, pénze, energiája, de nem oldottunk meg semmit, és minimális mennyiségű állaton segítettünk a mentéssel. A mentés az olyan országokban kivitelezhető elsődleges tevékenységként, mint mondjuk Hollandia, Németország, ahol azért hatványozottan kevesebb rászoruló állat van. Mennyi idő kellene ahhoz, hogy az emberekben Magyarországon megváltozzon a macskák iránti gondolkodás? Főleg vidéken? Bocsánat, hogy ezt mondom, de tényekről beszélünk. Szerintem egy-két generáció, én is úgy gondolom ugyanúgy, ahogy Stefano mondta, hogy egy új generációnak kell felnőnie ahhoz, hogy valami jobb irányba menjen ez az egész történet. Egy ilyen
szaporulatot megelőző ivartanítási akció, az gyakorlatilag onnan indul, hogy jönnek, és akkor most képbe kerülnek az önkéntesek is, ugye? Igen. Akik ezt a bizonyos magyarul BIV, angolul TNR programot el tudják kezdeni az első pontjánál. Ugye ez a befogás, ivartanítás, visszaengedés, ugye? Ami külföldön már nyugaton elég régóta működik, Magyarországon azért nem annyira nagyon régóta, viszont ti vagytok azok, a MAVED, aki ezt a legprofibban gyakorolja, és a legnagyobb mennyiségben tudja egy ivartalanítani a cicákat. Ez mit jelent? Ez a BIV program. Ugye a BIV programnak az a lényege, hogy a végén visszahelyezzük a kóbor cicát, ezt sokan nem tudják, de körülbelül a 70%-uk a kint élő cicáknak elvadultan él. Tehát ők nem alkalmasak arra, hogy lakáscicák legyenek és az ölünkbe üljenek, sajnos, mert semmi kapcsolatuk nem volt az emberrel. Úgy születtek, úgy nőttek fel, az első pár hetes korukban nem kaptak olyan behatást, hogy simogatja őket egy ember, az ölébe ülteti, enni ad nekik, és emiatt félnek. Tehát őket csak visszahelyezni lehet, és ezáltal a BIV rendszer által nem az van, hogy ők megragadnak egy menhelyen, ahol egyébként ők sem élvezik az életet, sőt, rettegnek. És maga az állatvédő vagy az állatmentő sem ragad le egyetlen cicánál hetekig, hónapokig, amíg mondjuk gazdásítja, hanem ez egy folyamatosan végezhető tevékenység, és így egy viszonylag nagyobb kolónia ivartanítását is egy-két hét alatt meg lehet csinálni, és akkor ők már nem fognak szaporodni, és nem fognak az utcára szülni. De azért van közöttük néha olyan cica, aki gazdásodni tud, igaz? Tehát aki szelidíthető, vagy kezesíthető. Így van, a 30%-uk körülbelül kezes, vagy látunk benne perspektívát, hogy szocializáljuk. Nem tudom, emlékszel-e rá, hogy a mannás cicákat, akik a Manna rádióba lettek befogva, hát ők egy... Nehezen csapdázhatóak voltak, ők is, te jó ég, igen. Küzdelmes volt. És egy nagyon jó receptet kaptam egy barátnőmtől, aki azt mondta, hogy tekerjen be őket egy törölközőbe a piciket, és ringassuk. És így fognak ők szocializálódni, és őket ringattuk, úgy, ahogy a Petra mondta. És ők nagyon boldog gazdis éveket élnek most már. És az anyukájuk is. Az 2 évig tartott, mert a Sárika, igen, a mannás anyuka cica, ő például tipikusan ez volt, akit ugye befogtak, becsapdáztak, kivartanítottak, és visszaengedtük oda a rádió területére, és 2 évbe telt, ami megszelidült, de úgy megszelidült, hogy kezes lett, emelhető lett, simogatható lett. Szuper. Dobozba tettük, és Balaton Edericsen egy óriás kertnek a királynője. Hátereg, és fetreng, és van egy ekkora nagy kutya barátja, a Bruno. Úgyhogy ilyen sikersztorik vannak ezekből, igen. Van arról adat? Számszerű adat, hogy hány cicát sikerült ivartanítani az elmúlt időszakban, vagy mondjuk tavaly? Persze, hát idén, tavasszal elég későn tudtuk kezdeni, mert elég kemény fagyok voltak, nem volt eltolódott jó idő. Ez igen, eltolódott, igen, és hát nyilván egy leborotvált hasú cicát nem tudjuk visszaengedni azonnal. Nagyon sok időbe telik, ami kinő a kis szőre. Úgyhogy márciustól május végéig 1000 cicát ivartalanítottunk. Az egész pályafutásunk alatt, 5 év alatt 5500 cicánál is több cica lett ivartalanítva. Ez 5500-nál is több megmentett életet jelent. Hát ez 10-es szorzó. Nem, ez egy 10-es szorzó. Mert egy cicának, igen, ugye akár egy kandúr is, mert ő meg ugye létrehoz, hát tehát őt is számolhatjuk 10-essel, és minimum 2 alom, vagy inkább jó, 3, mert ugye kitolódik a nyár. Aha. Tehát az minimum 10 cica van, hogy 12-13 egy évben. Hogy állnak hozzá az emberek ehhez? Mit tapasztaltok? Egyre jobban. Jó, ezt akartam mondani, hogy csak ezt ma ezt válaszolt, hogy egyre jobban. Mert ugye a gyerekek erre fogékonyak, nyitottak, és ők zsigereikben érzik a jót, és a szeretetet, és a kapcsolat a természetet az állatokhoz, az kétségtelen. A felnőtteknél már egy kicsit nehezebb a helyzet.
De igen. Nevelhetőek vagyunk? Igen, én azt gondolom, hogy annyira cukkinálnak hozzá az idősebb generáció is. Mi nagyon sok intézményben, állami intézményben is ivartalanítunk. Például a hospice háznál is ivartalanítottunk, és ott annyira kedvesek az idősebb emberek, és ők kérték a segítségünket ebben. És most azok a cicák a beteg embereknek segítenek a hospice házban. Nektek ki segít? Nagyon sokan. Azt hiszem, hogy nagyon sokan. Annak örülnénk egyébként, hogyha nem csak civil emberek segítenének nekünk, hanem annyi nagy cég van, akik én azt hiszem, és úgy gondolom, hogy megtehetik azt, hogy áldozzanak jó feladatokra is. És például ez is az lenne, hogy az állatoknak, a cicáknak segítsenek. Mert olyan rossz gócpontok, olyan mély pontok vannak itt Budapesten is, de átvidékről ne is beszéljünk, ahol rendbe lehetne tenni ezeket a gócpontokat, ezeket a kolóniákat, ivartalanítani, felügyelni. Hát azt se tudjuk egyébként pontosan, hogy hány száz cicáról gondoskodunk mi, a Magyar Macskavédő Alapítvány. Tehát, hogy rengeteg önkéntesnek juttatunk el eledelt, kolóniákat etetnek, adnak ismerősnek, ő is etet egy kolóniát, tehát nem is mindig látjuk vidéken az egész kolóniát. Vidéken idős néniknél is. Most már nagyon sok kolóniát felszámoltak a kollégáink, és folyamatosan gondoskodunk ezeknek a kolóniákról, az ellátásukról, az orvosi ellátásukról. Nem hagyjuk magukra már ezeket a kolóniákat. Tehát egyre csak terjed az egész folyamat, és hát nagyon nagy szükségünk van továbbra is egyébként, hogy minél többen csatlakozzanak, és azt hiszem én, és abban bízom, hogy a jó példák alapján tudnak az emberek inspirálódni. És én azt hiszem, hogy mi megragadtunk egy olyan pontot, ahol az embereket tudjuk érzékenyíteni, és nem csak tőlünk várják a megoldást, hanem csatlakoznak. Tehát mi azt kérjük, hogy oké, támogatunk titeket, elvihetitek az állatokat az orvosainkhoz, ivartalanítjuk, ellátjuk őket, viszont kérünk titeket, hogy ezt ti csináljátok, mert nem mindenhol tudunk az országban ott lenni. Nagyon sok önkéntes van, de mégsem elég ahhoz, hogy ugye a munka mellett, család mellett futkározzunk mindenhova. Tehát a segítségkérők is már alkalmasak 80%-ban arra, hogy a szisztémánk alapján befogják ugyanúgy az állatokat, mi adunk hozzá eszközöket, orvoshoz viszik, lábadoztatják, gazdásítják, szerződéssel, mindennel. És itt látunk egyébként egy nagyon nagy minőségi változást az emberek hozzáállásában. Hogy ezt a módszer, ami szerintem viszonylag egyedi módszer, tehát ezt nagyon kevés szervezet csinálja, hogy ennyire aktívan bevonja a segítségkérőket és az embereket az állatvédelembe. Mert azért az embereknek a nagy része, aki már egyáltalán tudomást vesz egy kóbor vagy egy szenvedő állatról, szeretne segíteni. De nyilván laikusként semmilyen információja nincs arról, hogy ezt most hogy tegyen, miként, mit csináljon, és ezért nyilván az első, hogy na felveszem a kapcsolatot az állatvédőkkel. Aha. Van, akinél ott megragad a sztori, hogy ja, hát nem csinálják meg helyettem, akkor mindegy, de ebben az esetben, mint ahogy mi is, hogy adunk nekik know-how-t, adunk nekik mindenféle, ami szükséges, csapda, lábadozó ketrec, befogó box, bármi, amire szükségük van, megtanítjuk, hogy csapdázzanak, elmondjuk ezt az egész szisztémát, hogy működik a folyamat, és látszik, hogy élvezik, és nekik is ez egy fantasztikus, igen, pozitív élmény. Sőt, persze, több az embereknek is nagyon jó, igen, ha megtanulnak segíteni. Igen. Tehát érezhetik azt, hogy mi mögöttük vagyunk, mi támogatjuk őket anyagilag, a know-how-val, úgy, ahogy a Stefano mondta, vannak kész videóink arra, hogy hogyan kell csapdázni, hogyan lábadoztatjuk az állatot, hogyan adunk be gyógyszert az állatnak, ha otthon is kell kezelni az állatokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek alapvetően jók. Jóknak születtünk. És jót tenni jó.
és abban hiszem, és hiszünk, és arra alapozzuk az egész tevékenységünket, hogy megpróbálunk legalábbis hinni abban, hogy valami változni fog. Ez egyébként ott látszik, hogy alapból jónak születtünk, hogy amikor megyünk kisgyerekekhez, tehát mondjuk általános iskola, első pár osztály, meg az óvodások, ott nincs olyan, hogy ó, én nem szeretem a macskákat, én csak a tengeri malacot szeretem, vagy csak a kutyát. Uh-huh. Tehát ott mindenki szereti a macskát. Maximum azt mondják, hogy a szülők nem szeretik, igen, a cicát. De ott mindenki szereti a macskát. Tehát nincs olyan, hogy én csak ezt az állatot, vagy csak azt nem. Azon túl, hogy az ember saját maga meg tudja tanulni ezt, amit az imént elmondtatok, vannak önkéntesek is, akik már professzionálisan csinálják ezt, mondjuk azt, hogy a munkájuk mellett hivatásszerűen, vagy hivatásos macskavédő. Hát ez abszolút az. Hogyan lesz valaki ma önkéntes? Mit tesznek az önkéntesek? Hogyan tud egy civil ember, mi civilek, hogyan tudunk segíteni? Nagyon sokféle önkéntes van, ugye akik így a terepmunkát végzik, azok sokan segítőből, vagy segítségkérőből lettek önkéntesek. A terepmunka az az, hogy kimegy, leteszi csapdázik, a csapdát, igen, igen, szállítja az állatot orvoshoz. Tehát nagyon sokan, több önkéntesünk is úgy lett, hogy segítséget kért, ugye mi finanszíroztuk, az, ahogy elmondtuk, igen, az előbb a folyamatot, és ő ráérzett úgymond ennek az ízére, hogy hú, ezt megcsinálhatnám két utcával odébb is, meg nem csak az én környékemen, hanem a kerületbe, és akkor egy ügybuzgóság jött ki belőlük, és ez párosult a lelkesedéssel, meg a professzionális. És ők is gyarapszik az önkéntesek tábora? Nem csak, hogy gyarapszik, hanem van olyan önkéntes, aki már alapítványt is csinált. Ő is önként alapítványt csinált. És mi arra is buzdítjuk. Szépen, mint az orgona virága. Minél többen tudunk segíteni a cicákon, annál jobb. Tehát azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell itt önkénteskedni a mavednél éveken keresztül, hanem az is tök jó, hogyha mindenki elkezdi a saját kis alapítványát építeni úgy, ahogy ő szeretné. Hogy tovább vagyjátok ti is a tudás. Hiszen munka meg cica az van elég. Biztos, igen. Hol találnak meg benneteket, hogy lehet felvenni veletek a kapcsolatot, és arról is beszéljünk most gyorsan legalább, vagy nem gyorsan, pár mondatot, hogy a cicaörökbefogadás.hu oldalon van egy csomó cica, akit örökbe lehet fogadni. Igen. Hát rengeteg cica van, akit országszerte bárki feltehet gazdikeresőnek, tudod a mentendő cicákat felteszik, és kiemelhetik is, és akkor ott lesznek gazdikeresők, és itt egy fókuszált publikum van, aki arra koncentrál, hogy ő gazdit szeretne a cicájának. Illetve azok, akik meg cicát szeretnek. Persze, így van. Ideglenes gazdiknál vannak általában ezek, igen, a cicák? Igen. Ideglenes befogadóknál. De menhelyek is használják egyébként. Menhelyek is, más alapítványok is használják, és ugyanúgy minden civil is használhatja. Meg a kutyaörökbefogadás.hu oldalunkat is használják, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy minél több cica gazdira talál. Daniela és Stefano Trebbi, vagyis a MAVED, azaz a Magyar Macskavédő Alapítványnak a csodálatos története és az ő munkájuk, amit most meghallgattunk és amiről meséltek. Lesz még sok érdekes beszélgetésünk, de ami fontos, maved.hu, cicaörökbefogadás.hu, kutyaörökbefogadás.hu, és ne felejtsük el, most már csak jövőre ugyan, de 1% a cicáknak is járna. És ami a legfontosabb, macska nélkül lehet élni, de nem érdemes, így van? Így van.